Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Ami itt előttünk fekszik, az a selejt bosszúja, és tulajdonképpen igazság szerint arra kéne javaslatot tenni, hogy a jövőben a házelnök a ház tekintélye sérelme miatt bírságot szabhasson ki az olyan előterjesztőkre, akik előterjesztenek egy törvényjavaslatot, még hatályba se lép, ki sincs hirdetve, és már is a háznak hozzá kell nyúlni ahhoz a törvényjavaslathoz, mert arra nem voltak képesek, bár van egy államtitkársági apparátus is mögöttük, hogy fölmérjék ennek a törvényjavaslatnak, egy adott törvényjavaslatnak a várható hatásait. Ráadásul arról van szó, hogy erre, tisztelt képviselőtársaim, törvény is kötelezni egyébként az előterjesztőt, hogy úgy hozzanak ide törvényjavaslatot, hogy világos hatástanulmányokat látunk. Nem látunk hatástanulmányokat akkor sem, amikor a következő generációkat adósságba verték a paksi hitelszerződéssel kapcsolatban, rejtegetik ezeket a hatástanulmányokat. Az egy dolog, hogy önöket az ilyesmi nem zavarja, hogy fogalmuk nincs arról, hogy mire nyomják meg a gombot, de az ország számára ez sokba kerül. A reklámadóval is, ez a reklámadó törvénnyel kapcsolatban is elvárható lett volna, hogy Elsimon László vagy mások egyrészt ne képviselőként, kormányzati emberként hozzák ide ezt a törvényjavaslatot. Hagyjuk már ezt a bábozást, képviselőtársam, hagyjuk már ezt a bábozást. Önök pontosan azért játszadoznak azzal, hogy képviselő jogukkal élve benyújtanak ilyen önálló indítványokat, hogy ne kelljen a kutyával se egyeztetni, és ne lehessen számon kérni azt, hogy hol vannak a hatástanulmányok. Tisztességes kormány úgy hoz be egy adótörvényt, hogy világosak a piaci hatások, ráadásul, hogy egy szektorális adótörvényt, azon kívül pedig világosak a költségvetési hatások. Az a helyzet, Elsimon képviselőtársam, hogy önöknek fogalmuk nincs arról, hogy magának az eredeti reklámadótörvénynek pontosan milyen piaci hatásai lesznek. Van egy vélelmezett piaci hatás, és ezért van ez a mostani fúrása, faragása is ennek a törvényjavaslatnak, hogy az RTL térdre kényszerítsék. Hogyha ez piaci hatás, hogyha ezt hatástanulmánynak tekinthetjük, akkor visszavonom azt, amit az előbb mondtam. De a költségvetési hatások vonatkozásában fogalmuk nincs arról, hogy ennek milyen hatása lesz, mennyi bevételre számíthat a kormány. Szégyen gyalázat, és tulajdonképpen azt kéne kérnünk a házelnöktől, hogy bírságolja meg Elsimon Lászlót, mert az ilyen típusú törvényjavaslatok a ház méltóságát jelentős mértékben sértik. Tisztelt országgyűlés, már az eredeti reklámadó törvényjavaslatnál elmondtuk azt, hogy egy reklámadót az LMP-t támogatna, a szennyező fizet elvével összhangban áll az, hogyha az országban létezik a reklámszektorra kivetett adó. Igen, mert egy reklámadóval lehet egyrészt a túlfogyasztást visszafogni, másrészt pedig a reklámozásnak a káros társadalmi környezeti hatásait egy reklámadóval lehetne mérsékelni. De természetesen ebben az esetben egy reklámadóra és nem pedig médiaadóra lenne szükség, egy olyan reklámadóra, ami a reklámpiacra vonatkozik és a reklámpiacot szabályozza. Egy olyan reklámadót lehetne támogatni, ahol világosak a várt piaci költségvetési és társadalmi környezeti hatások. Egy olyan reklámadót lehetne támogatni, ahogy hát az előbb Novák képviselőtársunk is utalt rá, világos például az, hogy a várt bevételt mire fordítják. Hogyha világos az, hogy a várt reklámadó bevételt, vagy most médiaadó bevételről beszélhetünk, olyan célokra fordítják, amik egyébként kiegyensúlyozzák a reklámozásnak a káros hatásait, akkor azt gondolom, hogy lenne miről beszélnünk. Szó nincs erről. Az a pénz, amit beszednek, az befolyik a közösbe, és ki fogják osztani szépen a haveroknak úgy, ahogyan azt szokták. Hát ez működik, itt a különböző az, hogy például a magánnyugdíj pénztári befizetések államosításával kapcsolatban hova tűnt az a 3000 milliárd forint, a mai napig nem tudjuk, elfüstölték. Egy szektorális adónak úgy van értelme, hogyha világos az, hogy az a adóbevétel, ami befolyik az államkasszába, milyen célokat fog szolgálni. Magának a kivetett adónak mik a hatásai egy adott piacra nézve, illetve költségvetési szempontból, és a befolyt bevételt egyébként milyen társadalmi célokra kívánja a kormányzat fordítani. Erről egy vakhangot nem hallottunk az elmúlt hetekben. Tisztelt országgyűlés, elhangzott részben Elsimon államtitkár úrtól, részben másoktól néhány olyan cél, amit természetesen akár támogatni is lehetne. Mert miért ne? Vessünk ki reklámadót azért, hogy mondjuk azt a szennyezést, amit a reklámpiac okoz, azt valamilyen módon mérsékelni tudja az állam.
Természetesen önök nincsenek abban az erkölcsi helyzetben, hogy erre hivatkozzanak, el Simon államtitkár úr, hiszen milyen szennyezést akarnak önök mérsékelni, milyen negatív hatásokat akarnak akkor mérsékelni, amikor egy Endi Vajnát tesznek meg a magyar filmipar élére kormánybiztosként, egy Endi Vajnát, akinek kifolyatnak a közös kasszából több milliárd forintot arra, hogy hollywoodi produkciókat gyártson. Erre fordítják önök az adófizetők pénzét, hogy a gagyi amerikai terméket állítsák elő, és utána ide jönnek egy reklámadó törvény javaslattal, hogy a magyar kultúrán, illetve a reklámozás negatív hatásain segítsenek. Hagyják már a süket dumát. Teljesen világos, hogy ez a törvény nem a fenntarthatóságot szolgálja, nem a szennyező fizet elvén alapul, hanem ez a törvény, ez nettó hatalmi érdeket szolgál. A konkrét törvényjavaslatnak egyetlen egy célja van, hogy az RTL klubot térdre kényszerítsék. Elmondtuk azt, hogy személyre szabott törvényt sem korábban, sem most nem tudunk támogatni, függetlenül attól, hogy egyébként a mögöttes célok akár támogathatóak is lennének. Kettő. Önök hivatkoznak arra is, hogy különböző cégek, külföldi tulajdonban álló, de Magyarországon bejegyzett cégek ne bújhassanak ki az adófizetési kötelezettség alól. Helyes. Ezt a jogalkotói célt akár támogatni is lehetne. De az a helyzet, hogy megint nem őszintén beszélnek, illetve főként nem őszintén cselekednek. Ami a multicégek működése során az elmúlt 25 évben jelentős mértékben károsította a magyar nemzetgazdaságot, az az úgynevezett transferárazás. Az, amikor az itteni leányvállalatok különböző ügyleteket kötnek a külföldi tulajdonos tulajdonában álló, mondjuk Luxemburgban vagy a Csatornaszigeteken bejegyzett egyéb vállalkozásokkal, megbízási szerződéseket és egyebeket, és így folyatnak ki hatalmas jövedelmeket a magyar államkasszából. Mesterségesen mondjuk veszteségessé tesznek, vagy nem tesznek túlságosan nyerességessé egy-egy itteni vállalkozást. Ezzel lehetne foglalkozni. Ehhez képest azt látjuk, hogy egy minapi törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy az állammal, önkormányzatokkal üzletelő vállalkozások ne tartsák be a transfer árazásra vonatkozó követelményeket. Magyarul, akik a narancsos oligarcháknak, fideszes döbrögiknek kedveskednek, azokra a transfer árazás visszaszorítására vonatkozó szabályok nem fognak vonatkozni. Tehát az az indokuk, hogy önök azért hozták ide ezt az előbbi reklámadó törvényt, illetve a jelenlegi módosítást, mert önök valamilyen módon meg akarnák fékezni azt, hogy a multicégek kivigyék innen adózatlanul a jövedelmet. Ez a hivatkozások természetesen hazug, mert ha őszinte lenne a szándék, akkor nem hoztak volna ide nemrégiben egy olyan törvénymódosítást, amely az állammal, önkormányzattal üzletelő vállalkozások esetén könnyítenek a transferározásra előírt követelményeken. El Simon képviselő társunk ott a Törvényalkotási Bizottsági ülésen beszélt ugye arról is, és szintén egy olyan érvet hozott, ami akár elfogadható lenne, hogy a reklámtortából, miközben a reklámtorta tudjuk pontosan nem növekszik, ezért is kérdéses, hogy maga a törvénynek az időpontja az helyese vagy sem, de hogy a legalábbis nem növekvő reklámtortából egyre nagyobb hányadot hasítanak ki olyan vállalkozások, mint a Google, meg a Facebook, amik nem Magyarországon bejegyzett vállalkozások, külföldön bejegyzett gigacégek, multinacionális nagyvállalatok, és ráadásul, hogyha tovább viszem ezt a logikát, hogy egyre nagyobb hányadot hasítanak ki a magyar reklámtortából, akkor ez probléma akkor is, hogyha nem lenne reklámadó. Hiszen ha nem lenne reklámadó, akkor is az van, hogy ezek a nagy világcégek gyakorlatilag a Magyarországon bejegyzett, Magyarországon adózó vállalkozások jövedelmezőségét szorítják vissza. Az, hogy ezeket a nagy világcégeket valamilyen módon adózásra kényszerítsük, ugye ezt indokolta államtitkár úr a Törvényalkotási Bizottság ülésén, ez szintén helyesen lehetne. De megint csak az a kérdésem el Simon képviselő úr, hogy hol van itt a hatástanulmány? Hol vannak azok a közgazdasági számítások, amivel alá tudják azt támasztani, hogy akár egy 25 ezer forintos, de főleg egy 2 milliós értékhatárnál lesz annyi vesztesség mondjuk a Facebook vagy a Google oldalán, hogy homlokukhoz csapnak, térdre kényszerülnek, és ide ballagnak tárgyalni a Kossuth tér 1-3-ba a miniszterelnöksége, hogy akkor mégis talán fizetnénk adót a magyar államkasszába. Ezt honnan gondolta képviselő úr? Honnan gondolta, hogy van egy ilyen sáv, ahol ezeket a gigacégeket térdre lehet kényszeríteni?
Ezzel szemben én viszont azt gondolom, hogy Magyarországon a magyar törvényhozás nagyon nehezen tud olyan szabályt alkotni, aminek olyan közgazdasági hatása lenne egyszerűen az ország mérete szempontjából, ami ezeket a gigavállalkozásokat térdre kényszeríthetné. Az a helyzet, államtitkár úr, hogy erre egyetlen egy lehetőség lenne, ennek az egyébként nagyon is helyes célnak a kiváltására, és ezt úgy hívják, hogy adóharmonizáció az Európai Unión belül. Ha az Európai Unión belül van egy erős adóharmonizáció, akkor térdre lehet kényszeríteni ezeket a multinacionális nagyvállalatokat, akik sok esetben élősködnek az egyes társadalmakon, élősködnek a környezeten. De ma az Európai Unión belül az adóharmonizáció legnagyobb ellenségét úgy hívják, hogy Orbán Viktor. Ez a helyzet. Innentől kezdve az álláspont, hogy azért kívánnak Facebookon vagy Google-on hirdető vállalkozásokat megadóztatni, hogy így közvetve magyarországi adózásra kényszerítsenek nagyvállalatokat, ez azt gondolom, hogy tökéletesen nevetséges. A korábbi 25 ezres határ, ami az eredeti javaslatban szerepelt, nyilvánvalóan a magánszemélyeket, illetve a kisvállalkozásokat sújtaná, anélkül, hogy egyébként akár csak ez a 25 ezres határ is megállapodásra kényszerítené ezeket a nagyvállalatokat. Ha El Simon képviselő úr ezzel nem ért egyet, akkor nagyon kérem, most tárja a ház elé, kérjen szót, tárja a ház elé azokat a hatástanulmányokat, amik igazolják azt a felvetését, hogy bizony létezik olyan sáv, aminél már nem éri meg elbújnia mondjuk a Facebooknak vagy a Googlenak a magyar adózási szabályok előtt. Nincs ilyen hatástanulmány legalábbis a Törvényalkotási Bizottság előtt, illetve most üléskezdés előtt semmi olyan hatástanulmányt nem mutatott be államtitkár úr, ami igazolná azokat a piaci hatásokat, amikkel ön a törvényjavaslat kapcsán számol. Összességében pedig azt gondolom, hogy nem egyszerűen tisztességtelen személyre szabottan, akár jogi személyre szabottan jogot alkotni. Az a helyzet, hogy abban az esetben, hogyha betolnak egy adótörvényt a ház elé, elfogadja az országgyűlés, majd ezek után egy héttel, pár nappal később a sajtó fölhívja az önök figyelmét arra, hogy bizony van olyan vállalkozás, amely könnyedén ki tud bújni az adófizetési kötelezettség alól, és utána gyorsan csinálnak egy törvénymódosítást, ez azt jelenti, hogy önök alkalmatlanok az ország kormányzására. Ha önök felelősen kormányoznának, akkor nem is állna elő olyan helyzet, akár RTL-ről beszélünk, akár reklámadóról, akár más típusú adóról és adóalanyról, hogy a törvény elfogadása után a sajtó hívja fel az önök figyelmét arra, hogy van még számtalan kiskapu, amit be kell zárni. Ez a selejt bosszúja, ami itt fekszik előttünk, ez a Fidesz tökéletes alkalmatlanságának az ékes bizonyítványa. Így egy országot nem lehet felelősen kormányozni, államtitkár úr. Hagyjuk már abba ezt a szórakozást, hogy itt frakciókormányzás van. Ön államtitkár úr egy sorra, vagy két sorral hátrébül, és azt mondja, hogy nem ér a nevem, én egy egyszerű képviselő vagyok, én nekem nincs olyan felelősségem, hogy hatástanulmányt kéne készíteni, piaci hatásokról kéne nyilatkozni. Ez nem igaz, államtitkár úr. Ön egy miniszterelnökségi államtitkár, a kormány legfontosabb miniszterének az első helyettese, kutya kötelessége olyan törvényjavaslatot beterjeszteni, aminek a várt költségvetési piaci hatásaival, és hogyha reklámadóról beszél, akkor a várható társadalmi környezeti hatásaival tökéletesen tisztában van. És hogyha mégis olyan helyzet adódik, hogy a törvény elfogadását követő egy héttel kiderül az, hogy számos kiskaput nyitva hagytak, akkor hiába bújik a képviselői minősége mögé, ilyen esetben önnek kutya kötelessége lenne lemondania. Egész egyszerűen azért, mert hogyha olyan törvényjavaslat jön be a ház elé, ahol a törvény elfogadását követően derül az ki, hogy itt kiskapuk maradtak, akkor az azt jelenti, hogy az előterjesztő, ha történetesen kormányzati vezető, nem alkalmas a feladata ellátására. Tessék olyan törvényjavaslatokat idehozni, főleg olyan adótörvényeket idehozni, amiknek a várható hatásával legalább önök tisztában vannak, és esetleg megtisztelik az országgyűlés és az ország közvéleményét is, hogy elmagyarázzák azt, hogy egy ilyen törvénymódosításból ilyen és ilyen piaci költségvetési következmények várhatóak. Önök ezt nem tették meg sok ezer milliárd forint esetében a paksi hitelszerződésnél, nem teszik meg a várhatóan 9-10-11 ki tudja hány milliárdos bevételt produkáló reklámadó, valójában médiaadó törvény esetében is.
Összegezve, ez az adótörvény, ez egyrészt a selejt bosszúja, a korábbi hibájukat próbálják kijavítani. Láttunk már ilyet, ugye az egyháztörvény kapcsán Semjén Zsolt ugye azt mondta, hogy ez egy jogalkotási remekmű, majd utána vagy háromszor hozták ide, négyszer, bocsánat, itt kijavít Mirkóczki képviselőtársam, négyszer hozták ide. Most körülbelül ugyanitt tartunk, ha majd a jövő héten megírja egy portál, hogy még maradt hiba, akkor gondolom szeptemberben is még fogunk találkozni ezzel a törvényjavaslattal. Köszönöm szépen!